Üdvözlöm Önöket, Önök a világhíratot látják. Vizsgálatot indít az Európai Bizottság, miután kiderült José Manuel Barroso, a testület korábbi elnöke, a Goldman Sachshez igazolt. Az egykori politikus ráadásul nem titkoltan azt a feladatot kapta az amerikai banknál, hogy tudásával és kapcsolataival minél jobb helyzetbe segítse a céget a Brexit tárgyalások alatt. Jean-Claude Juncker, a bizottság jelenlegi elnöke, etikai vizsgálatot rendelt el, ami a politikusból lett lobbista munkáját fogja áttekinteni a banknál. Megfigyelők szerint nem ritka a hasonló karrier a brüsszeli politikusoknál. Tömegek vonultak utcára Barcelonában és négy másik városban is Katalónia függetlenségért. Az évente megrendezett nemzeti ünnepen idén is 500 000 vettek részt. A spanyol kormány azonban határozottan elutasítja a függetlenedés bármilyen formáját. Szinte lépni sem lehetett Barcelona főutcáján, annyira megtelt emberekkel vasárnap este. Csak a régió fővárosában 400-500 000 ember vonult fel Katalónia függetlenségét követelve. Sokan a katalán autonóm közösség sárga-vörös csíkos zászlaját vitték magukkal. Szeptember 11-én a katalán nemzeti ünnep alkalmából rendeznek felvonulást minden évben. Ilyenkor Barcelona 1741-es spanyol örökösödési háborúban történt elestére emlékeznek. Az elmúlt években rendszeresen 500 000 tömeg vonult utcákra a katalán fővárosban. Katalónia évek óta próbálja elérni függetlenségét, a régióban 7,5 millió ember él, saját nyelvük és kultúrájuk van. A mozgalom a 2012-es gazdasági válság miatt erősödött meg újra. Egy közvéleménykutatás szerint az elmúlt hónapokban növekedett az elszakadás pártiak száma. A katalánok 48%-a támogatná a függetlenedést, míg csupán 42%-uk utasítja el határozottan a kezdeményezést. Európában vagyunk, európainak érezzük magunkat, és európaiak is akarunk maradni. Nem akarjuk magunkat a britekhez hasonlítani, nekik megvannak a saját indítékaik, mondja ez a függetlenségpárti tüntető. Katalónia az ország egyik leggazdagabb régiója. Spanyolország gazdasági teljesítményének körülbelül 1/5-ét adja, ezért a spanyol kormány határozottan elutasítja a kiválást. Ez egy olyan döntés, amelyet meg kell lépnünk. A kormány biztosan nem fogadja majd el, de akkor egyoldalúan kell kikiáltanunk a függetlenségünket, magyarázza ez a tüntető. Spanyolország északkeleti régiójában 5 városban vonultak utcára az emberek. A különböző helyszíneken zenére lengették a zászlókat, ezzel szimbolizálva a katalánok egységét. Az Id al-Adhát, vagyis az áldozati ünnepet üli a muszlim világ. Ez az egyik legfontosabb ünnep az iszlám naptárban. Ennek ellenére sem csitultak el a harcok Szíriában. Az Id al-Adhát ünneplik a muszlimok Bagdadban. Az erőszak nem hagyott alá Irakban, annak ellenére sem, hogy ez az iszlám világ egyik legfontosabb ünnepe. Reméltük, hogy az ünnepség alatt nem lesznek emberrablások, gyilkosságok, robbantások, de az erőszak továbbra is folytatódik, mondja az egyik fővárosi mecset imámja. A szomszédos Szíriában az áldozati ünnepről készült képsorok is csak a polgárháború fejleményeinek ismeretében értelmezhetőek. Bashar al-Assad az ünnepen Damaszkusz egy olyan elővárosában imádkozott, amelyet néhány hete hagytak el a felkelők a kormánnyal kötött megállapodás értelmében. Daraja az Assad elleni felkelés egyik jelképe volt. A felkelők éveken át tartották, miközben a kormányerők egészen brutális támadásokat hajtottak végre itt. Megfigyelők szerint mintegy 6000 hordóbombát dobtak le, és éveken át nem engedtek be humanitárius segélyeket. A világ más térségeiben ugyanakkor békésen telik az ünnep. Indonéziában a muszlimok imával és állatáldozatokkal emlékeznek arra, hogy hitük szerint ezen a napon Ábrahám kész volt feláldozni fiát Istennek. A brit kormányfő pedig videóüzenetben köszöntötte a muszlimokat az ünnep alkalmából. Theresa May azt ígérte, kormánya 2 milliárd fontot nyújt a szíriai és az iraki konfliktus károsultjainak, amely egyébként az ország történetének legnagyobb humanitárius akciója. A sátán megkövezésével folytatódott a mekkai zarándoklat. A hádzs egyik legfontosabb szertartása a Mekka melletti Mina völgyben zajlik, ahol a muszlim hívők a sátánt jelképező oszlopokra dobnak követ. Ez egyben a zarándoklat egyik legveszélyesebb pillanata is. Nem ritkák a tömegszerencsétlenségek. Tavaly több mint 2000 ember halt meg, amikor pánik tört ki a tömegben, és az emberek agyontaposták egymást. Meginvitálta az orosz elnök Moszkvába az izraeli kormányfőt és a palesztin elnököt is, így próbálja feléleszteni a 2 éve megrekedt béketárgyalásokat.
Idén júniusban már volt egy kísérlet a párizsi békekonferencián. A szemben álló felek akkor nem képviseltették magukat, de a szervezők még idén bemutatnának egy béketervet. Nagy felháborodást keltett a palesztinok körében, hogy az izraeli kormány bővíteni akarja a hebroni zsidó telepeket. Hasonló lépésre több mint 10 éve nem került sor. Év elejétől aktívak a telepesek Hebron központjában, ahol héberre cserélték az arab nyelvű útjelző táblákat. Kiürítettek egy katonai tábort, hogy a helyén új telepet építsenek, mondta egy palesztin szervezet vezetője. A mai Izrael állam területén és a palesztinok lakta területeken is már évezredekkel ezelőtt éltek zsidók, de többségük a II. Jeruzsálemi szentély pusztulása után elhagyta a Szentföldet. A kelet-európai pogromok és a holokauszt után zsidók tömege tért vissza ősei földjére, amely sokáig oszmán terület volt, majd brit mandátum alá tartozott. A kormány bővíti a hebroni telepeket, ahol utakat zár le, hogy megvédje a telepesek egy kisebb csoportját. Ez ellenkezik Izrael érdekeivel és akadályozza a kétállami megállapodást és a békét, mondta a telepépítéseket ellenző egyik izraeli szervezet projektigazgatója. Az ENSZ 1947-ben határozatot fogadott el arról, hogy a brit mandátum területén hozzanak létre egy zsidó és egy arab államot. Izrael kikiáltotta a függetlenségét, de az arabok elutasították a tervet. A zsidók jelenléte Hebronban csodálatos. Régóta vártunk a visszatérésre, ami már régóta tart, és amit ösztönözni kell. Ez áldás nekünk és az egész világnak, mondta a Hebron külső részén lévő izraeli telep Kiryat Arba egyik lakója. Függetlenségek kikiáltása óta Izraelt már többször megtámadták a környező arab országok. A zsidó állam az 1967-es háborúban foglalta el egyebek mellett Cisziordániát, ahol Hebron is található. A terület egy része biztonsági szempontból létfontosságú Izrael számára. This is our country. Ez a hazánk, itt születtünk. Fejlesztenünk kell, nem pedig elhagyni és feladni. Remélem, hogy a kislányom és a többi gyerekem is boldogan és békében élhet majd itt, mondta egy másik helyi lakos. A túlnyomó részt arabok lakta Hebron, a zsidóság számára Jeruzsálem után a második legszentebb város. Itt találhatók ugyanis zsidó ősapák és ősanyák, köztük Ábrahám, Izsák, Jákob és Sára sírjai. Rendőrökkel csaptak össze demonstrálók Chilében. A tüntetők az 1973-as puccsnak az áldozataira emlékeztek, amikor Augusto Pinochet hatalomra került. A rendőrök vízágyúval és könnygázzal oszlatták a tömeget. A rendbontás egy temetőnél kezdődött, ahol a diktatúra évei alatt eltűnt személyek emlékműve található. A diktatúra 27 éve alatt 3200 embert végeztek ki, 28 ezeret pedig megkínoztak Chilében. Egy olajvezeték miatt tiltakoztak az őslakos indiánok Észak-Dakota államban. Az ország minden pontjáról érkező demonstrálók azt kifogásolták, hogy a vezeték tervezett útvonala ősi temetőket keresztez, és a helyi Sioux-törzs ivóvízellátását is veszélyezteti. A bíróságon nem sikerült megvédeni az igazukat, de Barack Obama a pártjukra állt és leállítatta az építkezéseket. Egy építkezési projekt hozta tető alá az elmúlt 100 év legszélesebb körű találkozóját az amerikai őslakos törzsek körében. Mintegy 100 törzs, több ezer tagja gyűlt össze Észak-Dakota államban, hogy egy tervbe vett olajvezeték megépítése ellen tiltakozzanak. Stand together to be here. Össze kell tartanunk, az embereknek tudniuk kell, miért gyűltünk itt össze. Nem engedhetjük, hogy a földet elpusztítsák, mondta egy férfi, aki mintegy 2000 kilométert utazott azért, hogy együtt demonstráljon a többiekkel. Nagyon elégedetlenek vagyunk Amerikával. Idén választási év van, a népnek fel kell ébrednie. Az amerikaiak megszegték a velünk kötött szerződésüket, rossz hiszeműen jártak el. Az amerikai erőforrásokat és értékeket akarjuk megvédeni, és nem csak a magunk számára, mondja egy másik tüntető, aki az első 20 demonstráló egyike volt a helyszínen. Az indiánok azt mondják, a tervezett útvonal ősi temetkezési helyeket is keresztez, emellett attól is tartanak, hogy az építkezés az ivóvízellátásukat is veszélybe sodorhatja. A tervek egyébként egy 3,7 milliárd dollárból megépülő, közel 1800 kilométer hosszúságú vezetékről szólnak. Az őslakosok a projektet bíróság előtt is megtámadták. Bár a szövetségi bíró az indiánok beadványát elutasította, végül Barack Obama melléjük állt és leállította az építkezést. Az elnök a hétvégén új környezettanulmányok elkészítését írta elő.
Megfigyelők szerint az indiánok ügyének a győzelméhez a közösségi médiára is szükség volt. Az olajcégek állítólag mindent megtettek annak érdekében, hogy a tüntetések híre minél kevesebbekhez jusson el. A Facebookon keresztül azonban az őslakosoknak sikerült áttörniük a hírzárlaton. A helyi Sioux törzs vezetője történelmi pillanatnak nevezte az elnöki közbeavatkozást, és a harc folytatását ígérte. Arról beszélt, az építkezési tervben szereplő bizonyos térségek nem estek a szövetségi bírósági hatáskör alá. Az olajvezetéket építtető cég egyelőre nem kommentálta a történteket. Kitört a vulkán Réunió szigetén. Az Indiai óceánon található szigeten az idei második kitörés a hatóságok szerint nem jelent fenyegetést az ott élők számára, de egyes túraútvonalakat lezártak a mérgező gázok és a magas hőmérséklet miatt. A szigeten közel 1 millióan élnek. Az aktív vulkán miatt sokan keresik fel a térséget, hogy a néha 30-50 méteres magasságba kilőtt láva folyamban gyönyörködhessenek. Ez volt a világhíradó, köszönöm figyelmüket, szép napot kívánok!